Ott csinálja? Hát sokféle milyen szabadúszó munkákat csináltam. Nem baj, ha sok mindent csinál. Az ember még akkor, amikor csinálja, még nem is gondolja, hogy milyen haszna lesz később. Mindennek, akármit csinál az ember, egy bizonyos idő után rájön, hogy hú, de jó, hogy ezt akkor csináltam. Legyen egyforma az a Jó, két dolgot fogok kérni, az egyik az, hogy végig nekem beszélni és rám nézzen. Igen. A másik pedig az, hogy amikor válaszol, akkor egész mondatokkal válaszoljon. Úgyhogy mi ki tudjuk hallani majd a kérdést. Ha csak kérdésben van valamilyen állítás, akkor azt hűzze bele a mondandójába. Igen. Jó. Az első kérdésem az lesz, hogy mutatkozzon be a nézőknek, mondja el a nevét, életkorát és azt, mivel foglalkozik jelenleg. Igen. Hát Szabó Julianna vagyok, Tatabányán élek, itt is születtem. 82 éves leszek most februárban. Úgyhogy jó, öreg vagyok. És irodalmi nevem is van, Szali Anna, így ismernek világszerte. Mert volt éveken keresztül, három éven keresztül volt egy nemzetközi oldalam, Szali Anna néven. És nem régen hagytam abba, mert kiderült, hogy eladták az írásaimat, és én egy fillért semmiből nem kaptam, és befejeztem a tevékenységemet. De viszont az ismerettségem megvan világszerte. Kérem, mesélj, hogy hogyan ismerkedett meg Seres Máriával, mikor hallott először a nevéről, hogyan találkozott az ő tevékenységével? Hát akkor találkoztam csak vele először, amikor nekem telefonáltak Budapestről, hogy nem segítenék a civil mozgalomba. Ennyi volt az egész, más nem tudtam róla. És amikor felmentem Pestre, akkor ismertem csak meg őt, de nem is rögtön, hanem már pár napon, talán egy hétig már ott dolgoztam, amikor találkoztunk. Ki hívtál föl Pestről? Ezen gondolkoztam, hogy milyen Katalinnak hívták, de nem tudom biztosan a vezeték nevét, csak annyit, hogy a Fedél nélküli egyesületnek ma is segít. Tóth Katalin? Azt hiszem, elég melles kis kövérke, de aranyos, nagyon aranyos, barna hajú, beérolt hajú. Ővele nem régen is beszéltem telefonon, ővele tartom a kapcsolatot, csak nagyon ritkán ő is teszi a munkáját, én is. Hogyan ismerte meg Tóth Katalint? Őszinte legyek. Nem ismertem addig egyáltalán, amíg nem kaptam ezt a meghívást, és ott ismerkedtünk csak meg. Nem ismertük egymást. És az nem volt furcsa ennek, hogy így ismeretlenül valaki fölhívja a telefonon? Nem. Nem, mert én gyerekkoromtól mindig emberekkel foglalkoztam. Én nekem a háború befejezése után, amikor megalakult a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, akkor Tatabányán az édesanyám volt annak a titkára. És én, mint gyerek, belecsöppentem a társadalmi munkába, úgyhogy az egész életem az végig ilyen jellegű volt. És Tóth Katalin mit csinált, vagy mit csinál a Fedél nélkülinél, ezt el tudja mondani? Hát ugyanazt csinált a végeredménybe, amit én is, hogy megkaptuk a címeket, és borítékokba kellett belehelyezni azt a levelet, ami ment a választásra kapcsolatos. Más nem, másképpen nem. Úgyhogy ezeket postáztuk, és akkor városonként vagy falvonként csomagoltuk. Nem ilyet, hogy a Fedél nélkül mit csinált a Tóth Katalin, azt tudja? Annak a címét, vagy mi? Nem, hogy milyen munkát végzett a Fedél nélkül, csak terjesztéssel foglalkozott? Azt tudom, hogy ő hasonlókat csinált ott, mint amit én, amikor állami gondozottakkal foglalkoztam felügyelőként, és fejvadászként dolgoztam, tehát munkahelyeket kerestem a fiataloknak, és a Katalin ugyanazt csinálta a hajléktalanoknál, hogy akinek csak lehetett, ha olyan értelmes volt, vagy volt olyan iskolája, akkor keresett neki olyan munkát, ahol tudott dolgozni. Ezt tudom a mai napig is, mert amikor legutoljára beszéltem vele telefonon, akkor éppen elsiratott egyet, egy kis kedvencét, hogy úgy mondjam, akivel már évek óta külön foglalkozott, és nagyon sajnálta, nem beteg is volt,
meg általában isznak eléggé, és nem tudta, szerette volna kigyógyítani, de nem sikerült, azt tudom, ennyit tudok, és nagyon sírt, amikor meghalt. Hányban került akkor a kapcsolatban végül is a civil mozgalommal, és hogyan épült fel ez a viszony, mit végzett el a szervezetben, hogyan segítette az ő munkájukat, miért lépett egyből be a sűrűjébe az eseményeknek? Hát én nem gondoltam azt, hogy én most miért lépek be, vagy soha. Én mindig úgy dolgoztam, hogy sokszor még a nevem se számított. Én nem úgy mentem oda sehova dolgozni, hogy most én vagyok ez vagy az. Például a nőszövetség is, meg a nőtanács is, amikor létrejött Magyarországon, később már akkor felnőtt voltam, akkor ott is például szóltak nekem, hogy tudjuk, hogy te tudsz varni, akkor nem eljönni segíteni, és akkor például zsákszámra hozták nekem a ilyen 12x12 méteres négyzet alakú, vagy horgolt, vagy kötött dolgokat, és akkor én meg csináltam a takarókat belőle. Ugye képzőművész voltam, több mint 40 éves, meg van a papírom is, mindegy igazolványom, művész igazolvány, és tudták azt, hogy festegetek és minden, és rám bízták, hogy én csináljak belőlük takarókat. És az egész lakásom szőnyektől kezdve a franciáig minden tele volt mindig mindenféle színekkel, mert ott raktam ki, hogy azért olyan szép legyen, szimmetriát, meg mit tudom én, azért mindenre, színhatásokra mindenre adtam, és én csináltam az összeset, Komárommal laktunk akkor, és a komáromi nőtanácsnak az összes takaróját én csináltam, név nélkül. Térjünk rá a civil mozgalomra, hogy hogyan kerültél kapcsolatba, mikor, és hogyan kezdett el dolgozni? Szerint én nem tudom, mert én ezt sem szoktam. Én a verseimre se, igaz, ez a problémám. Mostanában kérdezik, hogy ezt meg azt mikor csináltam. Én nem szoktam felírni ilyesmiket, és azt se tudom időben, csak annyit tudok, hogy akkor kezdődött ez az egész szervezés. És akkor lettek készen a propaganda anyagok, és amikor azok elkészültek, akkor kellett segíteni. Tehát akkor gyakorlatilag most csak a civil mozgalommal kapcsolatos dolgok érdekelnek. Szóval tessék elmondani, hogy tudott-e már a Seres Máriáról a népszabadulási kezdeményezésnek az időszakában, vagy sem? Hát, hogy őszinte legyek, én mint magánszemély nem is beszélgettem, soha nem voltunk ilyen kapcsolatban mi. Mert akkor, amikor ő nem volt állandóan velünk, mi csak ugye csináltuk, készítettük elő a dolgokat, és ő csak ritkán jelent meg, akkor volt már inkább gyakrabban, mielőtt a választások történtek, akkor viszont ott futkosott a kislánya, 2-3 éves lehetett, és még sokszor ott drukkoltuk, mert ledobta a cipőit is, az okniba futkosott ott körülöttünk, mert a Mária nem ért rá vele foglalkozni, ő meg olyan volt, mint a mindenki kisgyereke ott futkosott. Úgyhogy egyébként tényleg talán akkor, amikor a fotót is készítették, akkor nagyon keveset beszéltünk. Én akkor tudtam meg tulajdonképpen, hogy ők azt szeretnék, hogyha Tatabányán én lennék a vezető, de én nem akartam. Miért nem? Én soha se akarok vezető lenni. Nem. Annyi kellemetlenségem volt már nekem emberekkel, és nem is nekem, hanem az én gondolkozásom egészen más. Én például egy személyes vezetést nem is engednék sehol. Sehol. Hanem vagy egy kollektív vezetés van, és mindenkinek egyformán joga van ahhoz, hogy megmondja a véleményét, és beszéljék meg, és amelyik a legjobb, azt válasszák. Tulajdonképpen az embereknek a javát azt szolgálná, és nem az egyéni vezetés. És én azért mondtam maguknak is, hogy én nagyon sokat tudok segíteni maguknak, mindenféle téren majd rájönnek, ha igénylik, de ha nem, akkor is én mindenhogy ezt megcsinálom már, amit én eddig évtizedek óta készítettem, és ha sikerül, akkor minden, amit tanultam, mert én még a kosárfonást is megtanultam azért, hogy taníthassak.
és mindenféle szakkönyvben meg van véve, az kisállattenyésztéstől kezdve, a mit tudom én, kertészetig, meg szabássorrás, akkor még kerékpár összeszerelés, és mindenről szakkönyveim vannak olyanok, és a célom is az volt, hogy úgy tanítani hátrányos helyzetű embereket, gyerekeket, mindegy, hogy abból később meg tudjanak élni. Tehát olyan szintre megtanítani őket, hogy utána akár le lehet vizsgáztatni, mert például én tudok olyan csoportokat, ahol sérült emberek szenzációs dolgokat csinálnak. Nem mindenki. Egyik ehhez ért, másik ahhoz ért. És az a jó, hogyha együtt tudnak lenni, mert akkor tudnak egymástól is tanulni. És olyan gyönyörű dolgokat tudnak. Például amikor én... Bocsánat, csak ne kaladozzunk el, mert aztán majd beszélünk erről is, hogy tehát felhívta őt a Tóth Katalin, hogy csatlakozzon a civil mozgalomhoz. Igen. Ezután pontosan milyen munkát végzett a mozgalomban, hogyan nézett ki a mindennapja, miközben a pártot építette? Az enyém? Én ott semmit. Én csak egyénileg dolgozom azóta is. De azt mondta, hogy felment Pestre, és elkezdett segíteni nekik a mozgalomnak. Igen, ott. Azt tessék el, hogy ott mi történt? Semmi. Hát megjelentünk, nekiálltunk, ott volt minden anyag, és mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, és raktuk. Nem is volt még arra se idő, hogy beszélgessünk. Egyáltalán. Ott nem. Ha megvan egy feladat, és tudja az ember, hogy az mi, és miért, és mikorra kell befejezni, akkor azzal törődik. Ki szervezte ezeket a feladatokat, hogy milyen jellegű feladatok voltak ott? Azt nem tudom, de hogyha azt kérdezi, hogy miért nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, arra tudok inkább válaszolni. Amire én később jöttem rá, mert nem is olyan céllal segítettem én, hogy én másokat figyeljek. Csak az volt a furcsa nekem, hogy amikor megtudtam, hogy legtöbb, aki ott van, és ott ül az asztalnál, és dirigál, azok mind vállalkozók voltak. És amikor én rájöttem arra, hogy hoppá, ezek a saját pecsenyeiket sütögetik. Tehát a civil mozgalom, az nekik egy ugródeszka volt. Ilyen emberek voltak ott. És szerintem a civil mozgalom ezért nem tud tovább fejlődni, mert hogyha azok az emberek olyan lelkiismerettel dolgoztak volna, mint például olyanok, akik így dolgoztak, mint én is, hogy nem azért, mert én, akkor egész más lenne most a helyzet. Milyen emberek ültek ott, kik voltak ezek a vállalkozók, akik utal? Tudnál egy kicsit többet mesélni? Se a nevüket nem tudom, nem is érdekelt soha. Annyit tudtam csak keresztneveket, hogy Imre, Józsi, Pista, vagy mit tudom én, és amikor olyasmi volt, hogy valamit meg kellett kérdezni, én csak akkor beszéltem velük. Egyébként nem. Nem. Csak ahogy hallottam munka közben, hogy miket telefonálnak, abból jöttem én rá később, hogy hoppá, ez nem a civil mozgalomnak az érdekében történik. És a másik, ami nem tetszett nekem, az, hogy a rengeteg propaganda anyagot ott hagyták csomagon kint, és mikor megkérdeztem, én rákérdeztem, hogy most véletlenül van ez itt, vagy pedig nem, akkor kiderült, hogy hát, még itt van, hát nem baj. És már túl voltunk a választáson, és még mindig ott voltak a csomagok. Tehát nem azzal foglalkoztak azok az emberek, akik az asztalnál voltak, amiért ott voltak. Emlékszik esetleg Dudás Kokó Gyulára? Nem. Én egy névre, illetve nem is egy névre, hanem egy olyan emberre emlékszem, aki ugyanúgy lelkiismeretes volt és íróasztalnál volt. Egyetlen egyre emlékszem olyanra ott. Imrének hívták. Azt is tudom, hogy elment Miskolcra, és amikor elment, akkor elköszönt tőlem, és ezért tudom, hogy tulajdonképpen őről szóljak egy pár szót, mert tisztelem és becsülöm őt azért, mert ahogy dolgozott,
és amilyen lelkiismeretesen, és ahogy fájt neki az, hogy elmegy onnan, és nem úgy mennek a dolgok, ahogy kéne. És engem mindig azok az emberek vonzanak, akik olyan felelősséggel csinálnak valamit, hogyha nem sikerül valami, akkor nekik is fáj. Milyen benyomásai voltak személyesen Seres Máriáról? A Máriáról? Olyan benyomásom volt, hogy többet tesz, mint amit szabadna magáért. Nem magáért, hanem az egész mozgalomért. Mert nem érdemelték meg. Nem érdemelték meg azt, amennyit ő dolgozott. Meg a családja is, meg mindenki megsínlette. Mert annyit dolgozott. És a férjét is. Én láttam, ritkán látok férfit sírni, de a férjét láttam sírni. Igen. Igen. És nagyon sajnáltam őt, mert megértettem egyébként, mint író, állítólag nagyon bele tudom élni magam a férfiaknak az énjébe, és amiket férfiakról írok, azok nagyon jók szoktak lenni, azt mondják. És én, ő ott is külön vonult, és a folyosón sírt. Véletlenül vettem észre csak, de megértettem őt, hogy nagyon keveset lehetett a Mária családjával, mert mindent egy lapra feltett, hogy sikerüljön ez az egész. És visszaéltek nagyon sokan azzal, hogy oda kerültek, és ott dolgozhattak. Sokan kihasználtak. Hogyan tudták kihasználni? Azt mondtam az előbb, hogy mint saját vállalkozók, csak én későn tudtam meg, hogy azok gyakorlatilag nem azért vannak ott, mert annyira érdekli őket a civil mozgalom, és mindent megtennének az emberekért, hanem az önmaguk saját vállalkozásának a felvirágoztatásáért. Tehát azért nagyon jó kapcsolatokat tudtak ők ott teremteni, ugye háttérben a civil mozgalom. Hogy hívták Mária férjét? Hogy? Ki volt a Mária férje? Nem tudom. Nem tudom. Én mondom, nem beszélgettünk mi úgy, csak én nagyon szeretem megfigyelni az embereket. Nem Stekler Otto volt? Nem tudom. Nem tudom, mert csak annyi volt, hogy köszöntünk egymásnak, és nagyon sokan mozogtak állandóan, úgyhogy... Nem, úgy nem ismertem személyesen. Ezt a Katát ismertem csak, akivel úgy nem azt mondom, hogy gyakran, de néha azért úgy pár percre beszélünk. És amikor neki felvetette ezeket a megfigyeléseit a vállalkozókkal kapcsolatban, akkor mit reagált erre a Tóth Kata? A Katával ilyenről nem beszéltem. Nem. Mi csak tényleg... Az ottani munkáról, meg a civil mozgalomról, hogyha egy pár szót, de nem nagyon volt rá idő. Miért hitt ennyire a civil mozgalomban ennyi időt és energiát belefektetett? Mi az, ami önt vonzott ebben az egészben? Hogy mi a fontos ebben az egészben? A civil mozgalomban? Az nagyon nagy tét, és mivel azt mondta nekem, hogy ez kimondottan a civil mozgalomra, akkor én hiába beszélnék a másik dologról, mert ahhoz azt is kellene tudni, hogy egyáltalán hisznek-e a paranormális dolgokba. Mert engem háromszor visszaküldtek. Megvan a feladatom. És sokat bizonyítani tudok. És a legnagyobb bizonyíték én leszek. Amikor teljesen átváltozom. Furcsa, ugye? De 16-ig nem beszélhettem erről, és 16 után viszont már muszáj beszélnem róla. És most már azt is tudom, hogy nagyon sokan vagyunk, akik ki vannak jelölve, és én körülbelül 6-ot
ismerek, mert az első perctől azt a hatot én tudom, hogy kik, ők viszont nem tudják, hogy én ki vagyok. És ez a hat ember, ez megnevezhető most már? Én írtam is róluk. Írtam róluk, de úgy, mint példaképekről, hogy figyeljenek rájuk, mert mindegyik nagyon tehetséges a maga területén. Van köztük magyar ember? Mindegyik magyar. Tessék el magad, akkor a hatnál. Ez a hat, mind a hat magyar, és írtam is róluk, csak én úgy írtam róluk, mint gyöngyszemekről. És nekem az a feladatom, hogy láncot fűzzek belőle. És felhívom, egyébként meg is van, mert fel is hívom az emberek figyelmét ezekre az emberekre. Mm. És az a furcsa, hogy addig a kutya nem törődött velük, mióta felhívom, azóta sokkal többen törődnek velük. De most még abba is belekötnek némelyik ember, hogy hát én miért nem magam? Vagy nekem miért nincs könyvem? Csak elektromos könyvem van, de anyagom 15-16 könyvre való van. De nem én vagyok a fontos. És mivé fog átváltozni? Mit tetszett mondani? Hogy mikor fog átváltozni? És mivé? Miért? Civilnél mit csinál? Nem, hogy azt tetszett mondani, hogy van ilyen, hogy át fog változni ön. Ja, azt nem mondhatom meg. Majd megmutatom képbe, mert le kell rajzolnom magamat. Értem. Jó, a 2010-es választások után hogyan dolgozták fel a vereséget a civil mozgalomban? Azt én nem tudom, mert mondom, én utána már nem tartottam velük úgy a kapcsolatot. És miért nem tartotta fontosnak, hogy kapcsolatban legyen velük? Mert más a feladatom. Más a feladatom. Nekem megvan, hogy mit kell csinálnom. Én azért tanultam annyit, hát talán azért lenne jó, hogyha majd külön csinálnának a Szabolcssal is interjút, mert a Szabolcs a munkánkon keresztül már annyira megismert engem, és én nagyon szigorú vagyok vele. Nagyon szigorú vagyok, mert ő neki viszont most készül a 8. könyve. De ezért is engem támadnak, hogy milyen hülye vagyok, hogy hát én azzal törődök, hogy neki legyen több könyve, és nem a magaméval. Hát én nem csak egyedül a Szabolcssal törődök, hanem másokkal is, de aki így hozzám jár mondjuk 2 hetente vagy 3 hetente, mert addig, amit termel, az hozza, és akkor dolgozunk van, úgyhogy 10 óráig este vagy 11-ig, és akkor anyukája megkérdezi, hogy ott van még a Szabolcs. Úgyhogy akkor dolgozunk, mert én újságnál dolgoztam korrektorként a Dolgozók lapjánál, és én nagyon szigorú vagyok, és mondtam, eddig a mennyiségre ment, most már minőségi munkát kell, hogy végezzünk, és utána mindig folyamatosan átmegy másik területre, mert először csak a szerelemről és a csalódásról írt. Most már nagyon gyönyörű tájleíró lírákat is ír, most már humorosat is ír, és majd megyünk tovább. És hiába van meg az iskolája neki, hogy újságíró, mondtam, most már majd újságcikkeket is, meg riportokat is kell neki készíteni. Nincs mese. A civil mozgalommal, vagy az egész 2010-es kampányra kapcsolatban mi volt a legkellemesebb, vagy a legemlékezetesebb emléke? A munka. Nekem az. Nekem az. Mert akkor, amikor azt csináltam, én akkor még nem tudtam, hogy ezek az emberek a saját pecsenyeiket sütögetik. És én olyan lendülettel dolgoztam, és annyira hittem benne, hogy győz, de én abba is hittem, hogy meg kell, hogy változzanak a dolgok. És ez nem következett be. Tehát a győzelem megvolt, csak utána nem úgy történtek a dolgok. Milyen győzelem volt már? Hát az, hogy a Máriát megválasztották. Hát de az ősszel volt, 10 őszén volt. Én nem mondtam, hogy mikor. Én csak mondtam, hogy tulajdonképpen én nagyon hittem abba az egészbe, hogy a civil mozgalomnak győzni kell. És most is azt mondom, de nem csak én mondom, én tudom, hogy győzni fog. Tudom. És nem véletlenül mondom, csak az a probléma, hogy nem csak itt Magyarországon, és ez nem véletlen, ami most történik.
mert az egész világon változásnak kell lenni, és a civil mozgalmaknak kell győzni mindenhol. Mindenhol. És én például most nagyon furcsa dolgot csinálok, mert a pártokat fogom megkeresni. És azokkal fogok beszélni, és én elmondom nekik azt, hogy mit kell nekik csinálni. Mert addig, amíg egyéni dolgokkal foglalkoznak, addig nem ér szart se az egész. Van-e bármilyen konkrét emléke arra, hogy milyen munka zajlott a civil mozgalomban? Amit esetleg el tudna mesélni? Hát egyedül, ami konkrét volt az, hogy legalábbis én azt hittem, hogy minden egyes ember, akinek megvolt a címe, megkapja azt a bizonyos anyagot, és el legyen neki küldve, de amit mondtam, hogy ott találtam még egy csomó csomagot, ami föl se volt bontva. És azoknak az embereknek lett volna a feladata, akik ott voltak, és a saját pecsenyeiket sütögették. Ez volt. Tehát kaptak egy címlistát, aminek ki kellett küldni a párt szóróanyagait? Hát... Minden egyes város, meg falu, a névsort, azt elküldte. Megvoltak mindenhol az embereknek a címei, és nem konkrétan tudtuk azt, hogy ez ide való, vagy oda való, vagy ilyen pártag, vagy olyan pártag. Nem is ez volt a lényeg. Csak az, hogy tudjanak róla az emberek. De kaptak önök a párt vezetőségétől egy címlistát, amire el kell küldeni ezeket a propaganda anyagokat. Nem mi kaptunk, hanem... Mikor, hát mondjuk, hogyha volt 5 asztal, és akkor oda tették az asztalra a propaganda anyagot, ott volt például én, mire fölértem Tatabányáról, ott volt a propaganda anyag, ott voltak a borítékok, meg ott voltak a névjegyzékek. És akkor azokat egyik címezte, a másik borítékolta, és a harmadik mindig rakta, hogy melyik megyéhez tartozik, mert először a városi vagy falusi, és akkor a megyei, tehát külön kellett csomagokat. És hogyan jöttek létre ezek a címlisták, vagy honnan származtak ezek a címlisták? Azt nem tudom. Ilyeneket én nem tudok. Én nem voltam én egy beavatott ember ott. Egyáltalán. Én azt se tudtam addig, hogy egyáltalán van ilyen. Én csak segítettem, mikor megtudtam azt, hogy tulajdonképpen a civil mozgalom, mint olyan, tulajdonképpen mit akar, akkor ez engem lelkesített, mert én abba éltem gyerekkoromtól. Én tudom azt, hogy mit jelent a civileknek tenni a kollektíváért. Mert én abba éltem. Mert amikor a felszabadulás után teherautókon jártuk a falvakat, és akkor mentünk, tanítottuk az embereket, csináltunk olyan tanfolyamokat, amiket mondjuk ők ott nem tudtak, és akkor eljártunk és tanítottuk. Vagy például megszerveztünk olyant, hogy az édesanyák vagy nagymamák csináltak bábokat, és akkor a gyerekeket megtanítottuk, hogy kell egy színdarabot játszani, vagy valami. Tehát volt feladatunk. Utólag visszanézve a teljes civil mozgalmas működésre, van esetleg bármi, ami önben gyanút kelt, hogy esetleg jobban résnek kellett volna lenni, mert lehet, hogy ott történt valami olyasmi, ami... Hát azt biztos vagyok, vagy abban biztos vagyok, hogy a Mária is ugyanúgy jó indulattal elhitte, mint ahogy én is, hogy azok, akik ott dolgoznak, azok valóban azért jöttek oda dolgozni, mert ők is ezzel a céllal. Tehát mi nem feltételeztünk rosszat senkiről. Ez csak számomra ez olyan volt, mint egy hideg zuhany, mikor én rájöttem arra, hogy némelyik milyen szépen halad a saját vonalán. Seres már erre jó emlékkel gondol vissza? Olyan, nem az, hogy jó vagy rossz emlékkel, mert semmi különösebb kapcsolat mi közöttünk nem volt. De olyan szempontból felnézek rá, hogy felvállalta ezt az egészet.
anélkül, hogy tudta volna, hogy milyen emberek veszik körül. Mert hogyha ő is tudta volna előre, akkor biztos vagyok benne, hogy nem azokkal az emberekkel, vagy próbált volna más embereket beszervezni, de nem is volt szerintem ideje Serrel. Ha most találkozhatna a Seres Máriával, akkor mit mondaná, hogy mit kérdezne tőle? Megkérdezném tőle, hogy tulajdonképpen hogy van a családja. Az lenne az első. És hogy egyáltalán kibírta ezt a ezt az egészet a férje, vagy a házasságuk. Nem tudok semmit se róla. Mert rá tud menni egy család az ilyesmire, hogyha valaki... Én tudom magamról, mert az én anyám az soha nem volt velünk. Mi egymást neveltük. 7 év korkülönbség volt közöttünk, 3-an voltunk. Én neveltem a húgomat, és utána a húgom nevelte az öcsémet. De anyánkat soha nem láttuk otthon. Nagyon ritkán, még máskor se, nem csak hétköznap. Azután, hogy Máriát megválasztották polgármesternek Mátraverebélyen, azután a bekövetkezett politikai karrieréről nem tudtam. Semmit, nem. Jó. Csak azt tudtam, hogy oda került. Igen. És utána nem tudom még azt se, hogy kitől hallottam, hogy nem valami jó fogadtatása volt, vagy valami ilyesmit hallottam, de egyébként nem beszéltünk. Egy záró kérdés, hogy magáról a civil mozgalomról van-e bármi esetleg, amit nem kérdeztem meg, de szívesen elmondom, hogy fontosnak tartom, hogy elhangozna a filmben. Hát, ha tanácsot adhatnék, akkor se írásban, se szóban ne mocskolódjanak. Senki. Senki. Mert így nem lehet győzni semmivel. Semmivel sem. Mert akkor egyik párt sem különb a másiknál, hogyha ugyanúgy mocskolja ő is, mint ahogy őt mocskolják. Ennek nem szabad lenni, mert így nem lehet előbbre jutni egyáltalán. Ilyesmi volt a... Ott nem volt ilyen, nem. Csak azóta, amit tapasztalok az interneten, hogy most a pártok is ahogy írnak össze-vissza, én ezt az internetet sem így csinálnám. Mert ha egyszer van valakinek egy oldala, akkor mi a francért írhat oda mindenki? És nézem, mondom, ez az én oldalam, hát nem is az én dolgaim vannak ott menni. Meg ez a oda-vissza, hogy vagy most, ez semmit kéne. Azt az oldalt, ami mindenkié, azt nem szabadna senkinek a gépire rátenni, hanem lenne egy olyan oldal, ami közös. És aki akar, írjon be oda nyugodtan. Aztán várja a választ, akitől akarja. De ne legyen mindenhol ott. Nagyon szépen köszönjük az interjút. Nagyon köszönjük szívesen. Sajnálom, hogy hiába. Nem, abszolút nem, mert ez nem értékes volt így.